Üdvözlöm itt, Tarlós. Hát, kedves Mikulás, ma nagyon várjuk, két helyet is tudok, ahol leporkolhat a szánkójába. No, az egyik ott a József Nádor, ja nem, ott nem jó, ott nem jó. Viszont a másik ott az Attila, nem, ott sem. Hát a franc vigye el ezt az egész káoszt, ami ebben a városban van. Nem akar beállni a szarvasaival metrópótlónak? Szevasz! Csak ennyit akartam mondani, szia! Szia, Miki! Mikuláska! Miki Muki! Fogjunk össze! Gyerünk! Fogjunk össze! Hozhatod a krampuszaidat is! A kormány sokkal ördögibb! Tudod, mi történik azzal a télapóval, aki nem szavaz a DK-ra? Hm? A szánja, bánja! Szia, Földi Robi vagyok. Rendezek egy gyerekdarabot Télapó és Hamupipőke címmel. Vállalnád benne a címszerepet? Ha igen, akkor küldöm a szövegkönyvet. Természetesen te játszanád benne a Hamupipőkét. Hát, kedves Mikulás, szia, Szanyi kapitány beszél, hogy te figyelj ide, azt várjál, mert nem tudom, mi a frászt akartam, majd visszahívlak, szia. Szia, itt Lajcsi, lakodalmas. Mikikém, ha jössz az ajándékokkal, ne keresd a kéményt, mert villannyal fűtünk. Jó napot kívánok! Özvegy Vértesiné vagyok, nagyon kis nyugdíjas. Kiteszek este egy csokit az ablakba. Most, hogy egyre hidegebb van, megtenné, hogy alá tesz nekem egy pár csizmát. Szavasz, Miki! Még egyszer mondom, szevasz, Miki! Te figyelj! Oldjuk már meg, hogy a mögötted dolgozó krampuszoknak soros feje legyen. A rossz gyereknek meg azt kéne mondani, hogy migránsokat hoztál a puttonyodban. Most jövök rá, hogy te is az vagy. Nem baj, be tudsz jönni, északról nincs kerítésünk. Még. Pár év múlva úgyis a gyegymaroz jön helyetted. Szia, Miklós, itt Hújber Feri. Csak egy kérdés. Ilyen kender szakállat hol lehet? Növeszteni. Amit meg tavaly kértem, az idén is jöhet. Kicsit sürgős lenne, mert elfogyott, úgyhogy hát felköltöztem Kanadába, hogy hamarabb ideérje az északi sarkot. Cső, Miki, megint Szanyi kapitány vagyok te. Figyelj ide, basszus, megint nem jut eszembe, hogy mi van. Figyelj, majd később elmondom, jó, szevasz. Szia, én a Lőrinc vagyok, tudod? Te, Miki, csak azt akarom kérdezni, hogy amiket tavaly hoztál, azok most mind az enyémek, vagy csak a nevemen vannak? Üdvözlöm, Balogh Péter, első tiszt vagyok az Airbus A321 Budapest-Brüsszel járatról. Jobbkész szabályról nem hallott még?
Hello, itt régi kedves kedvelőd, Semjén Zsolti beszél. Te Miklós, ugye nem baj, ha a szánkód elől kilőttem a szarvasokat? Csá, Berki vagyok. Hányszor kell még szólnom, hogy a Mikulás csomagot nem a Bentley szélvédője, kérem, jó? Köcsög! Főnök, nagyon szép japán csocsoszán van. Digitális, ugye? Nem érdekel ez ötleg ma. Jó minőségű szarvas, nem? Érdekel ez ötleg? Na mondjad, mi érdekel? Dán szarvas esetleg, nem? Na most mi van, miért nem szólsz bele? Azt hiszed, te vagy itt a Mikulás. Szia! Halló! Én is Miklós vagyok. Északon finn a Miklós, a franciáknál meg gall a Miklós. Értik. Nyelvi poén. Hozzál nekem papírokat, szép sima fehéreket, csak mert tudom, hogy Lapföldről jössz. Hát ez nagyon jó, értik. Nyelvi poén, Lapföld. Szevasz, szevasz, itt a Fábri, figyelj ide, bazd meg! Nem akarsz eljönni a műsoromba? Érted? Eljössz, beülsz a stúdióért, meg... Na, elmondom még egyszer, bazd meg, mert elbakiztam. Egy szolid tapsot tegyünk ide. Eljössz, beülsz a stúdióba, én meg erős izgalmi állapotban elmesélem neked, hogy milyen randa voltál, amikor óvodáskoromban megláttalak. Jó, oda, szevasz, szevasz, szevasz. Puzsér vagyok és utálok? Hogy nézel ki? Mi az a piros szar rajtad? És hogy nem tudod évek óta fazonra nyirakni azt a szaros pofaszőrzetedet? Ha úgy nézel ki, mint az Easy Top. És ne hozd a vackaidat, jó van? Épp elég, hogy a közértekben már november elejé óta téged bámullak. Elnézést, kifogyott elem nekem volt előtt táncoló Mikulásból. Holnap tessék bejönni ide riszálni és énekelni, hogy jingle bell, jingle bell, jingle bell. Adok neked érte sok coki Mikulás, maradt még tavalyról, de friss. Szia, Mikulás bácsi, Zoli vagyok a házunkból. Írtam neked egy szép verset, felolvashatom? De, na figyelj, Kondás Zoli, vers a télapónak. Gyereksereg veszi körül a télapó bácsit, folyton kihull a protkója, amikor csak ásít. Ó, te kedves Miki Fater, úgy komállak téged, de ha nem szállítasz PlayStation-t, én szétrugom a térded. Télen mindig hideg van, de ez nem érdekel engem. Hozzad, amit megbeszéltünk, mert nem mész haza egyben. Megérkezett a Mikulás, hátán egy nagy zsákkal, benézek a kis szobába, jóba van anyámmal.